Sziasztok, Doggy vagyok! Itt is lennék egy új modbemutatóval, és ebben a modbemutatóban a Weather 2 nevű modot szeretném nektek bemutatni. Többen is kértétek, hogy legyen erről a modról egy részletes bemutató, ugyanis ugye láthattátok a kalandorok sorozatban is, és nagyon sokan érdeklődtetek afelől, hogy melyik blokk mit csinál, illetve hogy hogyan is működik ez a mod. Úgyhogy végül is úgy voltam vele, hogy most, hogy egy kis szünet van a kalandorokban, miért ne lehetne esetleg azokról a modokról bemutató, amik ugye a sorozatban szerepeltek az első évadban, és hát ezt a modot kértétek a legtöbben, egyébként e-mailben nagyon sokan írtátok, hogy legyen a Weather and Tornadoes modról videó. Az az igazság, hogy a Weather and Tornadoes mod az ez a Weather 2 mod, viszont régen hívták csak Weather and Tornadoes modnak, 1.7-es verziótól már Weather 2 a modnak a neve, úgyhogy hogyha esetleg láttatok modbemutatókat Weather and Tornadoes néven, az teljesen ugyanez a mod, bár 1.6-os verzióban még egy kicsit más volt, voltak benne más lehetőségek is, azonban ezeket a későbbi verzióban kiszedték, valószínűleg nem voltak elég stabilak ahhoz, hogy a mod készítője biztonságosan ugye bent hagyja a modban. És akkor nézzük is meg azt, hogy milyen blokkok vannak. Ugye itt a Weather 2 Itemsnél tudtok lapozni, hogyha bent van a mod, sikeresen telepítettétek. Itt van az összes blokk, ezeknek mindjárt megmutatom a crafting receptjét. Ez egyébként az 1.7.10-es verzió. Meg is mutatom nektek, ugye ott fölül, bal fölül írja, hogy Minecraft 1.7.10. Azért az 1.7.10-eset használom, ugyanis valamiért a Not Enough Items-el 1.8-ban nem akart elindulni. A Not Enough Items lesz ugye azért felelős, hogy meg tudjam nektek mutatni, hogy melyik blokkot hogyan kell lekraftolni, és hát nem tudom egyébként, hogy miért nem akart elindulni a kettő együtt, de 1.7.10-es verzióban nem kapnak össze. Úgyhogy gyorsan meg is mutatnám nektek akkor a crafting recepteket. Na, szóval az első, amit érdemes lesz lekraftolnotok, az a tornádó szenzor. És ennek ez a crafting receptje, 4 darab vas, 1 arany, illetve 2 darab redstone. Hogy ez mire lesz jó, azt mondja, megmutatom. Egyébként, ha ezt lerakjátok, nem csinál semmit. Tehát ez egy ilyen szenzor blokk, de nem ad ki redstone jelet, például, hogyha tornádó lesz, nem ad ki hangot, ez csak úgy van. De hogy akkor ez miért jó, ez miért érdemes lekraftolni? A tornádó szenzor szükséges ahhoz, hogy a tornádó szirénát le tudjátok kraftolni. Ugyanis láthatjátok, hogy itt van középen egy tornádó szenzor, 4 darab redstone, 4 darab vas. A tornádó szirénát ugye ismerhetitek a sorozatból, hogy mit tud. Baromi idegesítő hangon elkezd sipákolni, amikor tornádó van a közelben. Ami egyébként nagyon-nagyon hasznos dolog, ugyanis mondjuk, hogyha az ember lent van a bányában, és tervezi azt, hogy mondjuk feljöjjön a felszínre, és meghallja ezt a szirén a hangot, akkor mondjuk nem sétál bele a halába. Vagy hogyha ugye meghalljuk ezt a hangot, és valamerre kint vagyunk a világban, viszont a bázisunk közelébe vagyunk, akkor is tudjuk, hogy tornádó készülődik a közelben, és hát ugye még időben el tudunk menekülni, be tudjuk magunkat ásni mondjuk föld alá. Ez egyébként azért fontos, mert a tornádó fel tud minket kapni, és hát hogyha felrepülünk az égbe és hirtelen leesünk, az általában halállal végződik. Annyit érdemes egyébként erről a modról tudni, hogyha multiplayerben használjátok, multiplayer világban, akkor csak akkor fog működni rendesen a mod, hogyha a moddal együtt generáljátok le a világot. Tehát hogyha utólag rakjátok be, akkor nagyon bágos lesz. Illetve, hogyha multiplayer világban felkap titeket a tornádó, akkor a szerver kidobhat flyhack miatt. Ez is egy fontos információ szerintem még. Illetve még amit észrevettem, ez is ilyen, hát nem tudom, hogy bug-e vagy sem, ezek a particle effektek, például az eső, meg a jégeső, meg itt a hullófa levelek, ezek az idő múlásához vannak kötve. Mert az előbb beállítottam azt, hogy a nap nem mozogjon, ugyanis nem szeretem, amikor hirtelen éjszaka lesz egy mod bemutató közepén is állítgatni kell az időt, és eltűntek a particle effektek, úgyhogy esetleg, hogyha ezzel a hibával találkoztok, akkor ez a megoldás, hogy be kell kapcsolni azt, hogy a napocska szépen körbejárkáljon a föld körül. Ezeket azért mondtam el, mert sokan szoktátok kérdezgetni, hogy ez mitől lehet, és hát mivel így rájöttem, gondoltam, még gyorsan elmondom videóba. Na, szóval van egy tornádó szenzorunk, ez így működik magától. Én úgy vettem észre, hogy nem kell hozzá semmilyen redstone blokk, ez szólni fog, de azért majd leteszteljük. Jó, szóval akkor ezt a kettőt kipipáltuk. Ezt tényleg ennyit tud, a tornádó szenzor kell a tornádó szirénához, ez pedig majd sípol.
Aztán a vedőrmasin arra lesz nekünk jó, hogy tudjuk állítani vele az időjárást. Ezt ugye mi a sorozatban nem használtuk, ugyanis hát úgy voltunk vele, hogy elég nagy csalás lenne. Egyébként most, hogy ezt leraktam, elkezdett esni az eső, és láthatjátok, hogy ugye az ég az így elkezdett befeketedni. Ez azért van, mert ugye egy esőfelhő van most fölöttünk. Jó, a weather machine-t így kell lekraftolni. Kell egy gyémánt középre, 4 darab redstone, 4 darab vas. És hogyha erre jobb klikkel rákattintotok, akkor tudjátok állítani az időjárást. Ezt viszont most még nem fogom megtenni. Aztán van ez a weather deflector. Ez tulajdonképpen annyit csinál, hogyha valamilyen olyan időjárás van, amit nagyon nem szeretnénk, és hirtelen lerakjuk, akkor egy 150 blokkos rádiuszban, azaz egy 150 blokkos körben elállítja azt az időjárást, ami éppen ott van körülöttünk. Ezt egyébként így kell lekraftolni, ez a weather machine kell, ugye, amit itt az előbb megmutattam, hogy hogyan kell lekraftolni, illetve le is raktam, és hát ugye kell a weather machine, 4 darab redstone, 4 darab vas. És akkor mindjárt meg is mutatom nektek, ezt lerakom, és el fog állni az eső. Kitisztul az ég, ha minden igaz, és hallgat rám. Köszönöm szépen! Aztán van ez a weather forecast, ez a blokk, ez annyit tud, hogyha lerakjátok, akkor mutatja, hogy milyen időjárás van a környezetünkben. Ezt így kell egyébként lekraftolni, kell hozzá egy iránytű, 4 darab redstone, 4 darab vas. Egyébként elég egyszerűek a crafting receptek, mert majdnem mindegyiknek ez, csak valami más kell a közepére. És ha ezt ide lerakom, akkor ez megmutatja az időjárást, hogy jelenleg milyen időjárás van itt a világban, körülöttünk. A particle az azt jelenti, hogy ugye jelenleg a világban hány darab particle-t tölt be. Ugye ez nem csak arra vonatkozik, ami az időjárásnál látható, hanem például, hogyha bugyog a láva, vagy mondjuk egy redstone-t lerakunk, az is particle effekteket fog kibocsájtani. Viszont most azért van ilyen magas számú particle effekt, ugyanis esik az eső, és hullanak a falevelek. Tehát 2800 ilyen mozgó animáció van most így hirtelen a világban. És hát ugye mutatja azt is, hogy milyen fokban fúj a szél, illetve hogy mennyire erősen fúj a szél. Ez így ennyit tud, illetve hát ugye a közepe, az mindig ahol van a blokk, és akkor ott láthatjátok, hogy most például itt eső van, és ez valóban így is van. Aztán van ez a windwin, ez egy szélkakas. Ez ugye mindig arra áll, amerről fúj a szél, mint amit a szélkakas csinál úgy általában. Ezt is majd megmutatom, elég mókás egyébként, amikor működik. Ezt le lehet kraftolni, a másikat majd, amit mutatok, az sajnos nem. A szélkakast itt tudjátok lekraftolni, 5 darab vas, 2 darab redstone. Illetve van ez az anemometer, ez hát nem tudom, hogy magyarul mi lehet, ez így forog körbe-körbe, és lehet vele mérni, hogy mennyire erősen fúj a szél. Én ilyen pörgettyűnek hívom. Aztán majd, aki nagyon ért ezekhez a pörgőforgó szélmérő eszközökhez, az majd leírja, hogy ennek mi a pontos neve magyarul. Közben egyébként mindjárt lemegy a nap, azt pedig nem szeretném, mert általában a YouTube nem szereti a sötét videókat, illetve ti sem szoktátok szeretni. Jó, ennek pedig nincsen crafting receptje. Ahogy láthatjátok, hiába nyomom az R betűt, bent van a Not Enough Items, ugye eddig láthattátok az összes crafting receptet. Ennek sajnos nincsen crafting receptje, 1.8-as verzióban sincsen, valószínűleg majd későbbiekben lesz. Na, akkor most, hogy ezeket megmutattam, szerintem nézzük is meg, hogy milyen időjárások vannak ebben a modban. Ez a sima eső. Rákattintok jobb klikkel, és hát elkezd villámlani, ugye ez a lightning. Egyre sűrűsödnek a felhők, és ha jól látom, nem, a szél még nem fúj. Igazából ez egy intenzívebb eső, mint egy nyári zápor. Na, jó, akkor a következő, az a high wind. Már láthatjátok, hogy ugye elfúj a partikulokat, például a vizet, az esővizét, illetve hogyha például most itt meggyújtanék valamit, akkor láthatjátok, hogy például a kemencének a particle effektjeit is elfújja, illetve ha például valami meggyullad a világban, akkor elfújja a füstöt, szóval elég mókás és elég jól néz ki. És a blokkokat is képes elfújni, viszont nekem valamiért most itt nem nagyon akarta. Legalábbis én úgy vettem észre. Igen, a blokkokat most valamiért nem fújja el, ugye a sorozatban elfújta már ennél a intenzív szélnél is. Jó, hát akkor nézzük meg szerintem a következőt. Az a hail, azaz a jégeső.
Hát ez nem egy kellemes dolog, ugye, hogyha ez survival módban lenne, és pont a fejemre esne, akkor sebződnék tőle, illetve hát képes például... Uha, közben kialakult itt egy tornádó, erre még nem vagyunk készek, úgyhogy örülnék, hogyha ez így el is állna. Tornádót legalább sikerült elcsitítani vele. Mert még a jégesről annyit akartam mondani, hogy például, hogyha van valamilyen vetemény esetek, azt is simán szét tudja vágni. Szóval érdemes vele vigyázni. Ja, igen, közben ugye már meg tudjátok azt is nézni, hogy honnan fúj a szél. Most már beindult a kis szélkakasunk, illetve ez is most már pörög igazából eléggé durván. Jó. Igazából ennyi szerintem a jégesőről. Aztán a következő, ja igen, ezt szét kéne szedni. A következő, az az F1-es tornádó. Ez mindent visz. Kicsit távolabb megyek innen, mert... ezt talán így látjátok a legjobban. Az F1-es tornádó egyébként még a leggyengébb tornádó. Állatokat fölkapja, illetve az embereket is, szóval érdemes vele vigyázni. És ha jól láttam, azokat a blokkokat is elvitte, amikre nekem még itt majd szükségem lenne. Na mindegy. Szerencsére itt az inventorimban van. A módbemutató végén majd hagyom, hogy elvigyem, viszont most így egyelőre még nem nagyon érzem azt, hogy ez így jó lenne. Úgyhogy szerintem akkor váltsunk a következő fokozatra. A trópusi ciklon pedig így néz ki, hát ez még durvább, mint a tornádó. Ahogy láthatjátok, ez is viszi magával a blokkokat. Szerintem most már ennyi elég is volt ebből, főleg, hogy baromi hangos. Ez a sziréna. Sziréna egyébként nem tudom, hogy hova lett, de valahonnan még szól. És ahogy láthatjátok, így mindenfelé szétdobálta a blokkokat. Például ez a weather deflector, ez így ide került. A többi az nem tudom, hogy merre lehet. De néhány blokkot azért itt szépen lerakott, például ezek a falevél blokkok, ezek fogalmam sincs, hogy hogy kerültek ide. Jó, igazából ezek vannak. Ugye láthatjátok, hogy ugye most a ciklon után visszaváltottam esőre, és akkor ugyanez lightning, ugye ez a zápor. High wind, ugye a szél, a jégeső, a tornádó és a ciklon. A ciklon a legdurvább. És akkor visszaváltok esőre. Szerintem ezt széttöröm, és akkor el is állítjuk ezt a csúnya időjárást. Jó, oké. Most jöttem rá egyébként arra, hogyha lent van a weather machine, és beállítunk valamilyen időjárást, akkor a weather deflector nem működik. Láthatjátok, hogy lerakom. És ugyanúgy esik tovább az eső, viszont ha széttöröm a weather machine-t, és lent van a weather deflector, akkor el lehet vele állítani az időjárást. Úgyhogy ez ezért nem működött a modbemutató elején, erre én is most jöttem rá. Egyébként én is még csak jó formán most fedezem fel ezt a modot, úgyhogy jobb később, mint soha. Na, hát akkor vannak még egyébként, ugye a videó elején mondtam, olyan dolgok is ebben a modban, amik még nem jelennek meg a világban, viszont parancsal elérhetőek. Az egyik ilyen a vulkán. Szerintem akár ide is leszpónolhatnánk egyet. Ez pedig a Pair Weather 2 Volcano Create parancsal tudjátok megtenni. Most szuper módon pont ugye ide kezdett el egy vulkánt készíteni. Úgyhogy megpróbálok azért így kimenekülni innen. És így néz ki a vulkán. Ez egyébként egy aktív vulkán lesz, úgyhogy kicsit várunk, akkor ebből lába fog folyni. És akkor a Pair Weather 2 parancsal egyébként meg tudjátok nézni az összes parancsot. Nyilván ugye, hogyha kreatív módban vagytok, illetve szerben, ahogyha van hozzá jogotok, hogy mik vannak. Ugye lehet így manuálisan is létrehozni mindenféle hurrikánokat, illetve tornádókat. Ugye az F0-as tornádó például nem viszel blokkot, az F1-es az elvisz, ugye ilyet rak le magától alapból a mod. Az F5-ös pedig nagyon durva dolgokra képes, lehet, hogy majd egy olyat a videó végén le fogok rakni. Aztán a C, ugye az a ciklon, illetve van a hurrikán, ezt is majd megnézzük. Viszont, amit ugye nem láthattunk, ez a spout. Valamiért sajnos ez a spout parancs úgy néz ki, hogy nem működik. Sajnos nem tudom, hogy ennek mi lehet az oka, ugyanis amikor én ezt próbáltam, akkor működött. Ez tulajdonképpen annyit csinálna, hogy a vizet ugye felkapná a szél,
és hát ilyen nagyon szép effektet hozna létre. Viszont amíg ezzel itt próbálkoztam, közben egyébként be is esteledett, illetve hát kész is lett a vulkánunk. Ahogy láthatjátok, ez folyamatosan ugye lávát köp, illetve a tetején van egy ilyen, hát elég szép füstölés. Bár most le is zárult ez a vulkán, innentől kezdve, hogyha jól sejtem, akkor most már ez egy kialudt vulkán lesz. Ez még nagyon alfa, tehát azt mondta a mod készítője, azt írta a mod készítője, hogy ennél sokkal több effekt lesz, sokkal több szerepe lesz ezeknek a vulkánoknak. Hát én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit fog belőle kihozni. És szerintem, hogyha már ugye nem tudtuk megnézni ezt a Sproutot, akkor nézzük meg, hogy mit tud az F5-ös tornádó. Úgyhogy gyorsan le is raktam egyet. És akkor gyorsan átváltok Keep Inventory túra, hogyha esetleg meghalok, akkor ne vesztenek el a cuccaim. És akkor váltsunk át túlélő módba. És hát így néz ki, amikor fölkap minket egy tornádó. Nem igazából kellemes érzés. Hát még egészen túléltem, azt kell, hogy mondjam. Most egyébként semmit nem nyomok, nem nyomom az iránygombokat. A karakterem az úgy csinál, mintha sétálna ennek ellenére. Így viszel egyébként a tornádó. Tehát így működik a tornádó. De egyelőre még annyira talán nem halálos. Irányítani annyira nem tudom a karakteremet. Ilyenkor tudom, amikor a földön van, de amikor elvisz a szél, akkor nem tudom a levegőben irányítani. Akkor szerintem nézzük meg a hurikánt még, hátha arra gondoltatok. Na most elméletileg van egy hurikánunk. Igen, ez jóval keményebbnek tűnik. Azt a mindenit. Fú! Látjátok, hogy ez milyen pusztítást végez itt a világgal? Azért ez igen kemény. Ó, igen, ezt már meg is érezte a karakterem. Szerencsére most itt ez a fa, ez így megfog. Most például egyáltalán nem tudok menni. Most ugrottam egyet, és visz magával a hurikán. Hát ez nagyon durva. Hello! Téged még nem kaptak föl? Gyere velem! Jó. Hát lényegében ennyit lehet szerintem elmondani a Weather and Tornadoes modról. Még gyorsan megmutatnám, hogy itt fönt van egy ilyen menüje, ahol lehet állítgatni mindenfélét. Itt tudjátok állítani a modot, ugye, hogy mit hogyan csináljon, mit engedélyeztek neki és mit nem. Itt van a Cloud Storm effect, itt az effekteket tudjátok beállítani. Nekem ez high-on van, azaz maximumon. Gyengébb számítógépeken egyébként ezeket érdemes low-ra állítani. Nature effects, ugye ezek a természeti effektek, illetve a partikulaknak a mértéke, tehát hogyha nem szeretnétek, hogy folyamatosan mondjuk ilyen intenzív eső legyen, illetve kevesebb partikul legyen, akkor ezt is érdemes lóra állítani, illetve hát itt is vannak még különböző beállítások, ezek hát őszintén szóval nem igazából tudom, hogy melyik mit csinál, nyilván, hogyha utána néznék, akkor el tudnám őket magyarázni, viszont szerintem annyira ez nem fontos egy átlag felhasználónak. Jó, akkor compatibility. Itt ugye be lehet állítani azt, hogy milyen biomokban működjönek a viharok. Ez a local biomes, ugye, ahol éppen egy játékos van, vagy egy egész világra kiterjedően. Tehát ilyenkor ugye nem csak ott keletkeznek ilyen természeti katasztrófák, ahol éppen van egy játékos, aztán itt ki lehet kapcsolni a vanilla időjárást, tehát a alap Minecraftos időjárást, az alap Minecraftos esőt. Én nekem ez don't lock-ra van állítva, az, hogy ne kapcsolja ki. Itt a partikülöket, aztán extra snowfall blocks. Ez például akkor érdekes, amikor havazik, akkor sokkal intenzívebben havazik, és mindent befed a hó. Egyébként nagyon szép tud lenni. Wind only for vanilla particles, hogyha ez onon van, akkor ugye a mod nem használja a saját particle effektjeit, tehát csak azokat, amik benne vannak alapból a Minecraftban. Preference, ugye itt be tudjátok állítani azt, hogy milyen gyakoriak legyenek ezek a természeti katasztrófák, ugye, hogy egy nap, egy játékos közelében egy vihar lehet például, akkor hogy mennyi az esély annak, hogy vihar alakul ki, mennyi az esély annak, hogy eső alakul ki, hogy blokkokat pusztítson, illetve hogy tornádó vagy ciklon közeledjen felénk, illetve a dimenziókban is be tudjátok állítani azt, hogy például az endben is legyen időjárás. Szerintem egyébként ez annyira nem fontos, de hogyha szeretnétek, akkor ott is be tudjátok állítani.
illetve hát itt is vannak ezek a nagyon extra beállítások, és szerintem akkor ennyi is lenne ez a mod bemutató, így is talán kicsit többet mondtam el a modról, mint amennyire kíváncsiak lehettetek, viszont szoktátok szeretni azt, amikor úgy mindenre kitérek, úgyhogy ez a mod egyébként annyira nem nagy mod, úgyhogy így talán annyira nem is volt hosszú ez a videó ahhoz képest, hogy mindent elmondtam róla. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a végignézést, a videó végén még fogtok találni egy telepítési útmutatót, úgyhogy ha tudjátok, hogy hogyan kell a Minecraftot modolni, akkor itt most el is köszönnék tőletek, azonban akik még velem tartanak, azokkal egy rövid vágás után újra találkozunk. És akkor itt is lennék a modnak a telepítésével, a linket a leírásban meg fogjátok találni ehhez a weboldalhoz, egyébként ez a koros.us/mod/weather2 ugye webcímen érhetitek el. És ugye, hogyha ezt a weblinket megnyitjátok, akkor itt az 1.8.9-es verziót szeretném majd veletek letöltetni, azonban itt van az 1.7.10-es, ez a Weather 2, ugye jar file kell nektek, illetve itt írja, hogy szükséges a Coral Utilis hozzá, tehát hogyha szeretnétek használni ezt a modot, akkor két modot kell berakni majd a mods mappába, mert egyedül nem fog működni. Én most az 1.7.10-eset fogom telepíteni, ugyanis ahogy mondtam, nekem az működött, ugye a Natina Fightemzel együtt, ami ugye mutatja a crafting recepteket. Jó, itt rámentek erre a download feliratra, file mentése. Kihúzzátok ide az asztalra. Jó, én egyébként Firefoxot használok, Chrome-on valószínűleg hasonlóan ki lehet húzni. Nem tudom, én soha nem használtam a Chrome-ot, valahogy nem a szívem csücske. Itt a Coral Util, erre is, hogyha rámentek, akkor itt is a 1.8-as verzió lesz itt legfelül, viszont hogyha ide alulra lementek, akkor itt lesz az 1.7.10-es verzió. Erre is rákattintotok, itt a downloadra, file mentése. Jó, erre a kettőre van szükségünk, illetve ugye itt láthatjátok a Weather 2 Local Weathers and Storms modot, akkor itt kírja, hogy melyik forge-ra van szüksége, legalább az 1.7.22-es verzióra, illetve onnantól bármelyik fölfele jó lesz neki. Itt, hogyha erre rákattintotok, 1.7.10, és akkor ugye 12 volt, 12-től fölfele írt, hogy jó neki, akkor letöltjük ezt a recommended verziót. Ugye InstallerWin, hogyha Windows-t használtok, hogyha esetleg valamilyen más operációs rendszert, Macintost vagy Linuxot, ilyesmit, akkor simán az installer. Itt a skipre rámentek, miután leszámolt a ad fókusz, ugye skip, file mentése. Jó, ez is megvolt. Szépi, szuper, ezt is ide kihúzom, viszont ezt ide kívülre. Jó, innentől kezdve nincs szükségünk a böngészőre. Nagyon fontos, hogy ugye először minimum egyszer futtassátok 1.7.10-es verzióban a Minecraftot, illetve bármilyen verziószámban telepítetek modot, nagyon fontos, hogy először az alapfájlokat letöltse hozzá a Minecraft. Szóval ezt úgy tudjátok megtenni, hogy ugye itt rámentek a Minecraft ikonjára, és hogyha azt írja, hogy ready to play Minecraft 1.7.10, akkor az azt jelenti, hogy ugye már letöltötte egyszer, hogy ha nem vagytok benne biztosak, hogy ugye letöltötte már, akkor itt ha rámentek arra, hogy edit profil, akkor itt ki tudjátok választani az 1.7.10-es verziót, save profil, és akkor ha elindítjátok, akkor biztos, hogy le fogja tölteni, és akkor be is tudjátok zárni a Minecraftot. Jó, akkor a következő lépés az, hogy ezt a Forge installert, ezt megnyitjátok, igen. És az install clientre mentek, itt a .minecraft mappa, az alap mappa, amiben telepít általában a Minecraft. Ez ugye az eredetinél így van, tört kliensek nagy részénél így van, viszont a magyar kliensek nagyon szeretnek nem pont Minecraft mappába telepíteni, úgyhogy azokat nem lehet modolni, vagy ha lehet, akkor nem így. Most elég csúnyán bevágolt, de jó, oké. És sikeresen telepítette a Forge-nak az 1.7.10, 10.13.4.158-as verzióját. Jó. Akkor ha ezzel is megvoltunk, akkor a Forge is kész. Meg kell nyitni megint a Minecraftot. Oké, okay, rámentek arra, hogy edit profil. És itt most már a use versionnél meg fog jelenni az, hogy 1.7.10.15.58, ugye ezt telepítettük most. Jó, save profil. És elindítjátok. Most elkezd nektek majd szépen generálni mappákat a .minecraft mappába, többek közt a mods mappát is most fogja létrehozni,
Úgyhogy ezt mindenféleképpen csináljátok meg, még mielőtt bemodolnátok. Itt még most ugye nem lesznek bent a modok, bár most nekem ugye bent van, mert nyilván a mod bemutató miatt egyelőre még nem vettem ki. Akkor a következő lépés az az, hogy megnyitjátok az AppData mappát. Ezt úgy tudjátok elérni, hogy beiratkozz, vagy százalékkel, AppData százalékja. És itt megkeresitek a pont Minecraft mappát. Ezen belül lesz egy mods mappa, hogyha eddig mindent megcsináltatok, amit mutattam a videóban. És akkor ide már csak annyi a dolgotok, hogy behúzzátok ezt a két modot. Nekem ugye ezek már bent vannak, úgyhogy felülírom őket. Jó. És működik. Nagyon fontos egyébként az, hogy figyeljetek arra oda, hogy mindig egy verziószámú modok legyenek a mods mappában. Ezt nagyon sokan el szoktátok rontani, hogy például beraktok egy 1.7.2-es modot, meg egy 1.7.10-eset, és bekresszel a játék. Ez azért van, mert egyszer a mods mappában csak egy verziószámú modok lehetnek. Illetve van ez az 1.7.10 mappa, például, hogyha én most ide beraknék 1.8-as modokat, akkor eléggé valószínű lenne, hogyha ezt a mappát nem törölném ki előtte, akkor ugye becrashelne szintén a játék. Szóval erre nagyon figyeljetek oda, hogy mindig egy verziószámú modok legyenek a mods mappátokban. Jó, hát igazából ennyi is volt. Megint megnyitjuk a Minecraftot. Ugye kiválasztjuk a Forge-os profilt, azzal elindítjuk. Leteszteljük, hogy működik-e. Láthatjátok majd, hogy működni fog. Ugye, hogyha mindent úgy csináltatok, ahogy én, akkor nektek is működnie kell. Nagyon más hiba nem jut eszembe, szerintem mindent elmondtam. Tényleg egyébként annyi hiba lehet, hogy én az eredeti Minecraftot használom, és esetleg ti valami más kliens használtok, amit nem lehet modolni. De működik, láthatjátok. Úgyhogy ennyi is lenne ez a mod bemutató, remélem tetszett nektek, ha tetszik, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, írjatok kommentet, illetve írjátok le, hogy milyen modokra lennétek még kíváncsiak a közeljövőben, akár mondjuk a kalandorok modpackből, akár mondjuk a hexites modpackből, vagy ha valami egészen másra vagytok kíváncsiak, azt is nyugodtan írjátok meg. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a videót, Doggy voltam, sziasztok!